ez főleg fejben. Tehát ez 70% a fej és 30% az erő. Tehát ha ember fejben nem tudja magát ott tenni, nem tud mentálisan felkészülni arra a súlyra, akkor nem képes teljesíteni. Itt a súly kell legyőzni, nem egy embert. Tehát nem olyan, mint egy tornasport, hogy bírók szavaznak, pontokat adnak, hanem ott van egy súly, le kell győzni, és nem egy másik embert, hanem mindig egy adott súly. Amatőr közt 5-szörös világbajnok voltam, 4-szörös világbajnok, profitámtól megszámolni. 6 világszövetségnél világbajnok, Európa-bajnok, világcsúcstartó. 2009-ben Amerikában megválasztottak a világ legjobb fekvőnyomójának, ami szerintem egy nagyon-nagyon komoly díj. Igazából, tehát amit lehetett ebben a sportágban, mindent elértem. Nagyon-nagyon sok minden kellett ebben a sportágban, nem ugyanolyan sportág, mint bármi más. Tehát egy küzdősportban is tisztelik az ellenfelet, mert nincs meg a tisztelet, nincs meg a sportbeli alázat, akkor nem ér semmit az egész.